Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét. Mai vendégünk dr. Pintér Zoltán Árpád, középiskolai tanár, történészkutató, az 5-ös számú egyéni választókerület önkormányzati képviselője. Üdvözlöm és köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Tisztelettel köszöntöm a kedves televízió nézőket, és én köszönöm szépen a meghívást. Október 27-én a Városháza dísztermében történelmi konferencia zajlott, hogy pontosan idézem a címet, közéleti szerepek és politikai életpályák a két világháború közötti Magyarországon volt a történelmi konferencia címe. Hogyan épült fel, mi volt a tematikája a konferenciának, kik voltak az előadók és várható-e folytatása a megkezdett munkának? Igen, valóban, ugye 2023. október 27-én, ez egy pénteki nap volt, ráadásul, ahogy visszaemlékszek, ez egy jó esős, igazi rossz, sötét pénteki nap volt egyébként. Valóban egy nagy, egyébként országos léptékű konferenciát rendeztünk Karcagon. Tulajdonképpen már nem az első, és terveim szerint nem is az utolsó, ami a Karcagvárosi Önkormányzat és a Debreceni Egyetem, konkrétan a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetének az együttműködésében valósulhatott meg, természetesen egyébként más támogatókkal együtt. Kiemelném a támogatóink között például a Debreceni Egyetem Hallgatói Önkormányzatát, vagy a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottságának Történettudományi Munkabizottságát, akik egyébként hathatósan működtek közre a konferencia összeállításában, nem is beszélve az önkormányzat munkatársairól, akik egyébként nagyon sok segítséget nyújtottak számunkra. Ahogy utalt rá, a tematikánk az ebben az évben, persze mindig az élet hozza a tematikát, de ebben az évben közéleti szerepekkel, politikai, gazdasági, katonai életpályákkal foglalkozott. Tulajdonképpen 10 előadót hívtunk meg az ország különböző pontjairól. 2 előadónk dr. Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Hadtudományi és Honvédtiszt Képző Kara Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok Tanszékéről, illetve dr. Őrlős László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvösi József Kutatóközpont, Amerika Kutatóközpont, Eötvösi József Kutatóintézet Amerika Kutatóközpontjából érkezett szakértőként. Volt egy másik, egy harmadik pesti előadónk, Bíró Ákos, aki pedig egy izraelita levéltár képviseletében jelent meg. Több debreceni előadónk is volt, így például a Debreceni Egyetem Történelmi Intézetéből Püski Levente professzor úr, Barta Róbert intézetigazgató úr, Kerepeszki Róbert intézetigazgató helyettes és kollégáik vállaltak szerepet, de a debreceni Mélius Juhász Péter egyetemi könyvtár, egy kutató levéltárosa is jelen volt, ugye Varga Uzonyi Anita személyében, illetve Tiszafüredről egy kiváló fiatal ember, Újvári László, újságíró, PhD, doktorandusz hallgató is a előadók között volt. Mint utaltam rá, hogy a 10 előadót invitáltunk meg Karcagra, 9-en tudtak a meghívásunknak eleget tenni, sajnos egy esetben Pallai László tanár úr megbetegedett a előadást megelőző napokban, így 9 előadás hangozhatott el, amelyek a két világháború közötti időszak társadalom történetét kívánták közérthetőbbé tenni, érthetőbbé tenni. Jellemzően volt itt szó egyébként a 1923-as év, tehát a 100 évvel ezelőtti Magyarország gazdasági, politikai problémáiról, ugye Püski Levente professzor úr beszélt a Bethlen kormány konszolidációs helyzetéről 100 évvel ezelőtt. Volt itt szó egyébként kormányzói szerepvállalásról, egóirodalom, tehát személyes önéletírás tükrében. Volt szó katonatiszti pályákról, én magam, illetve Kaiser tanár úr is egy-egy katonatiszt pályáját ismertette, de csak az érdekesség kedvéért ugye szó volt arról, hogy például az első világháborút lezáró békerendszer, a Párizs környéki békerendszer Magyarország esetében milyen gazdasági következményekkel járt, és ez hogyan sértette abban a korszakban a nemzetközi jogot. Volt szó izraelita, az izraelita közösség helyzetéről a két világháború között, ugye a zsidó törvények kontextusában hogyan érinti akár a karcagi, akár az országos izraelita közösséget ugye a 30-as évek politikai változásai, illetve tiszafüredi, debreceni, budapesti közéleti szerepekről. Jelenleg végez-e kutató munkát, és milyen tervei vannak a tudományos pályájának az előlemozdítása kapcsán? Végzek kutató munkát természetesen, sőt én úgy gondolom, hogy végezni is fogok, mert nálam ez több, mint hivatás, nálam ez egyfajta egy ilyen nagyon komoly beágyazódás, hogy kutatnom kell ennek a közösségnek a múltját, és hozzá kell tennem ahhoz, amit már ugye más kutatók előzetesen
bemutattak, úgymond kikutattak. Természetesen maga a konferencia sem véletlenül választotta ezt a tematikát. Ahogy utaltam rá, a konferenciáink tematikáját mindig az élet hozza, az aktuális élethelyzet. Itt most felmerült, hogy ebben az évben olyan egyéni szerepvállalások kerüljenek fókuszpontba, amelyeket később majd egyébként más kutatások alapjaivá lehet tenni a jövőben. Nem véletlen az egyébként, hogy most a konferencia után megkezdtük egy tanulmánykötet összeállítását. Közvetlenül a konferenciát egyébként egy tudományos ülés követte. A tudományos ülésen beszélgettünk az egyes kutatóhelyek, az egyes egyetemek, kutatóintézetek helyzetéről, lehetőségeiről napjainkban, és itt határoztuk el, hogy szülessen egy tanulmánykötet, amelynek talán úgy néz ki, hogy a finanszírozását is elő tudjuk teremteni. Én vállaltam magamra egyébként a szerkesztői feladatoknak a nem túl dicső, annál több munkával járó feladatát, és reményeink szerint jövő tavaszra összeállhat egy tanulmánykötet, amelyet én mindenképpen úgy fogok intézni, hogy Karcagon mutassuk be, vagy ha nem csak Karcagon mutatjuk be, akkor Karcagon mindenképp legyen egy bemutatója, és akkor a kedves érdeklődők akár tanulmánykötet formájában ezen elhangzott előadásokat majd vissza tudják követni. Nyilvánvalóan ezzel kapcsolatban ma a jövő évben vannak terveink, tehát ugye mindig összefügg egy-egy konferencia tematikájának meghatározása a jövőbeni kutatásokkal, kutatási célokkal. Erről most még bővebben nem kívánok szólni, hiszen nyilván ez több mindennek a függvénye, de én magam is foglalkozok történetkutatással. Jelenleg ugye úgy állok, hogy azért 2016 májusában, az nem most volt, akkor még csak 29 éves voltam, akkor szereztem doktori tudományos fokozatot, PhD fokozatot, és azután jelent meg az első nagyobb terjedelmű monográfiám, egy közel 300 oldalas kötet a Karcag két világháború érintő helyzetéről, majd pedig 2021-ben jelent meg egy újabb kötetem, a Fabrici Kovács Mihály katonai karrierjét feldolgozó kétnyelvű kötet, de most már az elmúlt egy-másfél évben megint összegyűjtöttem egy könyvanyagát. Az más kérdés, hogy az anyag összegyűjtése is másfél évig tartott, hogy ezt én mikor fogom megírni, arról fogalmam sincsen, mert ez egy több hónapos, nagyon intenzív munka lenne, amikor tényleg arra kellene koncentrálnom kizárólag, nem tudom, mikor lesz ennyi idő, de mindenképpen szeretnék újabb kötetet kiadni, természetesen emellett egyébként folyamatosan publikálok, tehát jelennek meg szakcikkeim, bár ezeknek a regisztrációját is el kéne végeznem, de már olyan 40 szakcikken van körülbelül egyébként, akár Karcag, akár a nagykunság, akár más kontextus vetve, de azért próbálom a tudományos pályámat göngyölíteni, illetve nyilván konferencia előadásokon mindig is igyekszem rendelkezésre állni, vidéki konferenciákon is, de azért próbálok minél több tudományos eredményt Karcagon is bemutatni, és remélem, hogy a jövőben is lehetőségem lesz erre. Nehéz egyébként, tehát a tanári pálya, a képviselői megbízatás mellett hát egyetlen dologból tudok lecsípni a magán életemre szánt, tehát a szabadidő, de hát ugye egyenlőre még bírom, majd meglátjuk, hogy a jövőben ez hogy fog változni. És ahogy ön említette is, tehát nem csak történész kutatóként tevékenykedik, hanem középiskolai tanár, illetőleg az 5-ös számú egyéni választókerületnek az önkormányzati képviselője is, egyesületi elnökként. Az is vagyok, igen. Így van, és ahogyan említettük, tanárként jelenleg hol tart a pályájában, és mik a jövőbeli tervei? Ugye most úgy van, hogy idestóval már 12 éve vagyok a Karcagi Nagykun Református Gimnázium tanára. Gyakorlatilag meglepő, de egyébként történelmet tanítok, de történelem földrajztakos tanár vagyok egyébként, de szinte csak kizárólag történelem óráim vannak. Hát ugye magas óraszámban, tehát azért sok a feladat, de ez sosem baj. Igen, kiváló diákoknak, tehát azért mi még mindig próbálunk jó, kiváló, erős osztályokat összeállítani, és én büszke is vagyok, hogy évről évre azért látható eredményei vannak, hogy igen jó diákokat tudunk beiskolázni. Érdekli a fiatalokat a történelem egyébként? Hát úgy kell tanítani, hogy érdekelje őket, nem mindig úgy jönnek be egyébként, de ezen lehet faragni, meg lehet fumorosítani. Én úgy gondolom, hogy egy idő után vagy szükségszerűen megértik, hogy kötelező érettségi tárgy, és akkor könnyebb tanulni, hogyha egyébként próbálok érdeklődni, vagy megszeretik valamilyen oknál fogva, de olyan nagy baj még nem volt. Hogy olyan nagyon-nagyon rá kellene beszélni őket az érettségre, általában megy ez magától. Tulajdonképpen a tanári pályámban, ami most aktuálisan nagy kihívás, az, hogy 12 éve tanítok, és most már mentortanárrá váltam. Ez azt jelenti, hogy van nálunk például egy fiatalember egy éves összefüggő tanítási gyakorlaton, és akkor én mentorálom a történelem óráit, tehát ő gyakorlatilag a szárnyát bontogatja, mint egyetemi hallgató és gyakorló tanár, én pedig szakmai tanácsokkal próbálom egyébként a képességeit csiszolni, bár különben kimondottan tehetségesen fiatalemberről van szó, tehát olyan
túl sok munkám nincsen vele. Nyilván ez nekem nagy kihívás, tehát azért szakmai felelősség az, hogy én állítok valakit a pályára, de valamikor engem is pályára állítottak, és én ezért nagyon hálás vagyok. Próbálom ezt az attitűdöt egyébként visszatükrözni. Természetesen emellett tehetséggondozással foglalkozunk, versenyeztetünk, én gyakorló osztályfőnök is vagyok jövőre, érettségiző osztályom lesz a harmadik osztályom ballag jövőre, tehát ez azért feladatot ró rám, de ahogy bármelyik kollégám, én is igyekszek helytállni mindezeknek, és próbálom legjobb tudásom szerint végezni. Aztán ugye vagyok egyesületi elnök is, a Fabrici Kovács Mihályhoz kötődő Kovács Mihály baráti társaság elnöke lettem egy pár évvel ezelőtt, mivel jövőre 2024-ben lesz Kovács Mihály születésének 300. évfordulója, ott egy elég jelentős eseménysort, vagy egy jelentős ilyen emlékezeti eseménysort készítünk elő az egyesületi társakkal. Nemrég volt egyébként a Fabrici Kovács Mihály Egyesület tisztújítása, ahol ugye az elnökség hatályban maradt, de kineveztünk egy felügyelőbizottságot az egyesület mellé, és ott ismertettem a terveimet. Jó lenne erről is egy interjút adni, de szerintem erről majd a tárgyévben, tehát 2024-ben beszélnék szívesen, mert egyébként meglepően szép, vagy meglepően plasztikus látható eredményeink lesznek szerintem a nagy katonahős emlékének megörökítésére. És emellett ugye nyilvánvalóan képviselői tendőket látok el, a képviselői feladatomat pedig tulajdonképpen 2020 óta göngyölítem, egy időközi választáson kerültem be a testületbe, ahol az 5-ös számú egyéni választókerület képviselője vagyok. Itt ugye állandóak a megkeresések, állandó a probléma megoldás, keressük a lehetőségeket a lakossági panaszok, a lakossági megkeresések orvoslására. Mindig van egy-két beruházás, amellyel gazdagabbá, érdekesebbé, hasznosabbá vagy funkcionálisabbá tudjuk tenni a várost és a rám eső városrészt. Tulajdonképpen most ebben az őszi időszakban fognak megindulni például az Ady Endre utca, Szent István, Kazinci utca közötti szakaszának, tehát az orvosi rendelőig tartó felújítása, ami már régen esedékes, tehát nagyon szükségszerű. Zajlik ez az úgynevezett csapadékvízelvezetési projekt megvalósítása, amely a katolikus városrészt érinti. Nyilvánvalóan ez rövid távon egyébként egy jelentősebb felfordulással jár, ennek a haszna majd egyébként hosszú távon nyilvánul meg, amikor a városban keletkező csapadékvizet gyorsabban, nagyobb kapacitással tudjuk elvezetni egy olyan újonnan kiépülő csapadékvíztároló rendszerbe, amely reményeink szerint hermentesíti a városnak ezt a mélyebben fekvő, tehát a csapadékvíznek jobban kitett részét. Nyilván vannak a képviselői munkának egy kevésbé látható oldala, a bizottsági munkák. Én ugye tanári szerepem miatt úgy alakult, és tényleg igyekszem komolyan venni, hogy az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöke vagyok, OKSB, ugye így szoktuk rövidíteni, az önkormányzat munkatársaival, az OKSB, tehát az Oktatási Bizottság elnökeként törekszünk egyébként hasznos bizottságként működni. Nagyon nagy eredménynek tartom azt, hogy az elmúlt években különböző átgondolásokkal, újragondolásokkal, például a Városi Szociális Ösztöndíj pályázatot, tehát a közép- és felsőoktatásban tanuló karcegi fiatalok anyagi segítését, patronálását szélesebb kör számára tettük elérhetővé. Egyrészt ugye az egyfőre eső jövedelem küszöböt emelve több család is megpályázhat ezt az ösztöndíjat, majd pedig az elmúlt évben a 30 ezer forintos maximális pályázati összeget már 50 ezer forintra emeltük, hiszen azért legyünk őszinték, drágultak az árak. Ezt mindannyian tudjuk, így a fiatalok talán egy komolyabb célt látnak ennek az ösztöndíjnak a megpályázásában. Éppen most ősszel zárult le egy újabb pályázati időszak, azért azt látjuk a számokon, hogy jó pár pályázat érkezett be. Reméljük, hogy minél több fiatalnak tudunk segíteni, ezt egyébként minden évben kiírásra kerül a Bursa Hungarika ösztöndíj pályázat mellett, amelyhez ugye Karcagcsa csatlakozik, hiszen egy országosan futó és több pilléren álló, egyrészt egy ilyen minisztériumi pilléren, másrészt a vármegye, harmadrészt pedig az a pályázó önkormányzat finanszírozásából megvalósuló ösztöndíj, nyilván ez is rendelkezésre el a fiatalok kapcsán. Tulajdonképpen ez látható is, nem is titkolom, hogy próbálok ugye a tanári attitűdömből adódóan a fiatalok támogatására leállni, hiszen úgy gondolom, hogy ők egy olyan célcsoport, akik minden támogatást maximálisan megérdemelnek, nyilván a pénzre pedig akár a pénzre, akár a megbecsülésre szükségük van, úgyhogy próbálok hasznos lenni ezen a téren is. Én megköszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és stúdiónk vendége volt. Köszönöm. Én köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!